Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2021. július 23-án pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. A kőszegi ostromnapokról és a nyári programokról tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délelőtt. Módosult a közlekedési rend a Csepregi híd felújítás környékén, a Kishídat helyi lakosok és a településen dolgozók használhatják. Légy erős és bátor! Ennek jegyében volt mozgalmas a büki evangélikus hittantábor. A hőség sem tántorította el a harci kedvet, a 4. honvédelmi sportnapot tartották Bükön. Egy hetes fitbox tábort tartottak Bükön. Jótékonysági horgászverseny a büki tavon, a pecás csajok kihívták a helyi horgászokat. Csepreg a 20. századi történelem viharában, könyvbemutató a Csepregi Művelődési Házban. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Tánc tanítással, nyilazással és kardozással várták a gyerekeket a Jurisics szobornál a kőszegi ostromnapok szervezői csütörtök délelőtt. A legbátrabbak az óvodások voltak, akik célba lőttek és még a hagyományőrző vitézekkel is csatáztak. Ezt követően tartottak sajtótájékoztatót az augusztus 6-án kezdődő ostromnapok programjairól. A 11 órás harangszót követően kezdődött a sajtótájékoztató, ahol a Bejó Tánc Együttes legújabb ruháit is bemutatták. Majd Csiki István történész, a Hagyományőrző Egyesület tagja, a Nándorfehérvári diadal emlékére szóló déli, és a 11 órás kőszegi harangszó történetét mesélte el. Harangszótól harangszóig. Áll a kőszegi ostromnapok sajtótájékoztatójának meghívóján immár évek óta. A dátum és időpont nem véletlen. Július 22-e a Nándorfehérvári diadal napja a 11 órás és déli harangszók között. Szimbolikus dátum, szimbolikus időpontok, szimbolikus hangok. A nyugati keresztény hagyomány szerint a déli harangszó 1456. július 22-én kivívott Nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a középkori keresztény magyar királyság a délkapujának tartott végvárat, Hunyadi János, védője a keresztnek, megrontója a büszke tarnak, megvédte második hódító Mehmed szultán vezette 100 000-es oszmán hadától. Harmadik Kallixtusz és 6. Sándor pápa rendeletei voltak a déli harangozás elrendelői. A harmadik Kallixtusz imabullájában még a Nándorfehérvári győzelem előtt 1456. június 29-én rendelte, hogy imádkozzanak a védőkért, 6. Sándor pedig Kallixtusz bullája alapján kiadott szentszéki rendeletben írta elő a déli harangozást. Ez 1500. augusztus 9-én történt meg, azóta az egész világ a déli harangszót a Nándorfehérvári győzelemért. Majd 78 évvel Nándorfehérvár megvédése után 1532-ben török seregek kőszegfalai alá értek. Csak úgy, mint a déli harangszónak, a nemrég hallott 11 órás kőszeginek is megvan a maga történeti hagyománya. A török csapatok a hagyomány szerint 11 órakor hagyták el Kőszeg várát. Az utolsó török katona 11 órakor távozott a történeti hagyomány szerint. Az írott forrásokban, hogyha jobban utána járunk, 1778. április 2-án hozott a kőszegi szenátus a délelőtt 11 órás harangszóról egy határozatot, melynek közvetlen kiváltó oka egy korábbi városi tűzvész volt. Így tehát 1778 óta hivatalos ez az aktus. Ez persze nem jelenti azt, hogy korábban nem lehetett szokásban. Sokkal inkább egy meglévő hagyományt diktáltak írásos határozatban. És mi az, ami ez a két diadalt összeköti, Nándorfehérvárt és Kőszeget? Hogy az óriási török túlerővel szemben, reménytelennek tűlő helyzetben hősiesen védték meg a keresztény csapatok a várat és általa egész Európát. A kőszegi ostromnapok gerincét a hagyományőrző programok alkotják, de gyerekrendezvények és sportesemények is várják az érdeklődőket. Az idei rendezvény egy kicsit más lesz, mint a korábbi években megszokott. A főteret már nem veszük igénybe, tehát összeszükül egy kicsit a helyszín, ezáltal minimálisan a létszám is valószínűleg kevesebb lesz. Nagyon próbáljuk úgy megszervezni, hogy mindenki részt tudjon venni, tehát nem kívánunk olyan területeket elzárni a város területéből, ahol vagy csak belépővel lehet menni. Ez egyedül a várba, ahol most is színpad van, ott lesznek nagyobb koncertek, tehát gyakorlatilag, ami még ilyen belépős esetleg az ostrom helyszíne, de ott amúgy is kellene belépőt vásárolni, és itt akkor tudjuk ellenőrizni, ki az, akinek van védettsége. A hagyományőrzők alkotják ugye a hétvége fő vonalát,
ők már pénteken koradéltól elkezdik a táborokat építeni itt a vár alatti részen, zöld füves területen, illetve a várparkba fönt. Ez ugye eltart 2-3 órát is. 15 óra 32 perckor, hogy pontos időbe kezdjünk, lesz ugye a Ürzsis téren, illetve a Hősök kapujánál egy lövés, illetve a tornyosok zenélni fognak. Onnantól már folyamatosan alkalmazkodunk még a főtéren lévő boxolókhoz is, egy kicsit kivisszük oda, és az ottani nézőket megpróbáljuk bevonzani majd a városba, és gyakorlatilag 5 órától folyamatosan kezdődik a mi rendezvényünk is. Péntek este a volt játszótéren lesz török gyújtogatás. Szombaton a hagyományos harci viselet és fegyverbemutatók lesznek város szerte. Kora este lesz a létrás várostról. Este a kőszegi fúvósok zenélnek majd, a Szelindek zenekar pedig a vásártéren lép színpadra. Vasárnap szintén több helyszínen lesznek rögtönzött összecsapások, egy gyerekeknek rendezett plüsskard csatával avatják majd fel az új mobilvára. Este a vár színpadán a cimbali band zenél. Básti Béla polgármester megköszönte a kőszegi ostromnapok szervezőinek munkáját. A hagyományőrzőknek pedig, hogy messze viszik Kőszeg hírét, hiszen az elmúlt héten Sárváron, ezen a héten pedig Tatán képviselik a várost. Vagy egy rendezvény olyan múltból táplálkozik, ami, ha nem is volt még felébresztve, de ott volt az emberekben, mint örökség, vagy egy tevékenység annyira sikeres, hogy örökségé válik. A mi esetünkben talán mind a kettőről lehet beszélni, hiszen maga az 1532-es ostromnak az emlékezete, az azzal való foglalatoskodás, az most már ugye az elmúlt évszázadban szinte folyamatosan, hiszen a Várszínház alapításának apropója volt, a história futás elindításának apropója volt, a Hősök tornya emelésének egyfajta apropója volt, tehát újra és újra kiütközik az, hogy ez fontos a kőszegieknek. Másrésztről pedig maga a rendezvény, amikor először megszerveztük 2007-ben, már akkor is annyira összeszedte e körül a közös ügy körül a kőszegieket, hogy vannak, akik akár ilyen hosszú távon is kitartanak ebben, és vannak új és új csatlakozók. Hiszen a mai rendezvényen például megnéztük a szobor mellett álló fiatal hagyományozó katona fiúkat, akik, ha jól sejtem, akkor idén érettségiztek, vagy esetleg tavaly. Ha csak az ő korukat nézzük, ugye 14 éve zajlik a rendezvény, hát ők még egészen kicsi óvodás, kisiskolás gyerekek voltak, mikor ezt elkezdtük. Nagyon fontos, hogy egy közösségnek legyenek olyan ügyei, amely a régi generációkat, az új generációkat egyaránt maga köré tudja gyűjteni, és az általam is említett plusz teljesítményekre képesíti őket. Én azt látom most, amikor ugye akárcsak a fitboxot nézzük ezzel a mozdulj kőszeg rendezvényes adattal, ugye amiről talán még nem is lett szó, de ugye idén is lesz egy hangzóváros közösségi akció, tehát meghívjuk zenélni, akinek kedvenek és örömző zenére a végén a kőszegeket, vagy az a lelkesedés, ahogy a saját hagyományos csapataink egyfajta most már külön egységekre, együttműködő egységekre bontva, hiszen a törököknek megvan a külön kis csoportjuk, a magyaroknak megvan a külön kis csoportjuk. Ahogy ők meghívják ide a ország minden szegletéből a barátaikat, egy 12 hagyományozó csapat legyen itt, ez mind azt jelzi, hogy sok-sok egyén és közösség csoport, akár a táncosokra, hogyha nézünk, akik ugye azóta is a történelmi táncokban éleskednek, sok-sok egyén és csoport megtalálja ebben a dologban egy kicsit saját magát. Az ostromnapok rendezvénysorozat része már a hagyományos ostromkupa. Idén is több száz boxoló érkezik az országból és a határokon túlról Kőszegre. Az ostromnapok alatt kézműves foglalkozások lesznek a várban, idén is lesz múzeum ostrom. Hétvégenként kirakodó vásár és zenés programok várják az érdeklődőket, valamint folytatódnak a Várszínház előadásai is. Hát egyrészt a kőszegi Várszínház még augusztus 5-ig várja vendégeit, de örömmel mondhatom, hogy tulajdonképpen a Szinesztézia című bemutatónkon kívül minden másra elfogytak a jegyek. Nagy örömünkre egyébként, hogyha ez azt jelenti, hogy egyrészt a kolléganő jól válogatott az előadások közül, másrészt az emberek örömmel jönnek, hiszen nem kell védettségi igazolvány, és nyugodtan részt vehetnek a színházi előadásokon. Ez nagyon-nagyon fontos, és köszönjük is szépen mindenkinek, azoknak is, akik hírül adták, hogy lesznek ezek a programok, hiszen ez is nagyon fontos, hogy eljusson az emberekhez. De természetesen készülünk ingyenes programokkal a Várszínházi időszakon kívül is, hiszen augusztusban az ostrom hétvége után és az ostrom záró események, tehát az augusztus 30-i hét közötti hétvégeken minden nap, péntek, szombat, vasárnap lesznek programok a főtéren. Egyrészt kézműves, helyi kézművesek vására és bor
kóstolási lehetőség lesz a főtéren, és emellett este pedig kis koncertek, alapvetően helyi művészek közelműködésével, hiszen tudjuk, hogy a zenészek is sajnos azért a pandémiát eléggé megszenvedték, úgyhogy a helyi zenészeket próbáljuk preferálni, hogy felléphessenek ebben az időszakban. Tehát minden hétvégén, péntek, szombat, vasárnap lesznek programok. A Kőszegi Várszínház az idejében először együttműködik Kismárton zongora művésszel, akinek révén egy gráci kamara opera kerül színre, hiszen erről még nem beszéltünk, augusztus 18-án lesz ez az opera bemutató. Bizet Carmen című operáját fogjuk bemutatni egy szűk területen, tehát nem teljes díszletben, nem teljes jelmezben, nem nagy zenekarral, hanem alapvetően Kismárton zongora játékával és egy fuvola játékkal, de a négy szólista ugyanígy itt lesz, és az ismert dallamok felcsendülnek. Emellett természetesen augusztus 20-án ünnepi programok lesznek, amire várjuk a vendégeket, és ami nagyon fontos, augusztus utolsó hétvégéje az egyben nem csak a box és a mozdulj Kőszeg programja, hanem egyben a hangzó város programját is jelenti, tehát különböző koncertek lesznek. Részletes programok a Kőszegi Ostromnapok Facebook oldalán és honlapján találhatók. Jelenleg is teljes útzár mellett zajlik a csepregi Rákóczi utcai híd építése, emiatt forgalomelterelés és több korlátozás is érvényben van a városban. Horváth Zoltán polgármester a város közösségi oldalán foglalta össze a jelenleg érvényben lévő szabályokat. A jelenlegi rendelkezések szerint az Alkotmány, Bercsényi, Bognári Grác és Nádasdi, Zrényi utcákon több forgalomkorlátozás is érvényes. Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve csepregi lakosok célforgalom és engedéllyel. Az Alkotmány utca esetében a közlekedés a Bognár Ignác utca irányából a Rákóczi irányába egyirányú, a Tilos Gyep utca kereszteződéséig. 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben a területen. Várakozni is tilos, 30 km/h a sebességkorlátozás ezen a részen. A Bercsényi utca azért nem lett egyirányú a Rákóczi utca irányából a Bognár Ignác utca irányába, mivel a 7,5 tonnát meghaladó és útvonalengedéllyel rendelkező gépjárművek, például háromtengelyes gépjárművek nem minden esetben tudtak volna az Alkotmány utcára ráfordulni. Az engedéllyel rendelkező autóbuszok közlekedési útvonala Széchenyi tér, Kossuth utca, Bognár Ignác utca, Alkotmány utca és Rákóczi utca. Másik irányból Rákóczi, Bercsényi, Bognár Ignác, Kossuth és Széchenyi tér. Az Alkotmány, Bercsényi, Bognár Ignác és Nádasdi, Zrínyi utcák, valamint a Bognár Ignác közben található cégek célforgalommal, külön engedély nélkül, 7,5 tonnát meg nem haladó gépjárművel bárki által látogathatóak, így az itt található szolgáltatások továbbra is igénybe vehetőek. 7,5 tonnát meghaladó gépjármű esetén engedéllyel van lehetőség a szolgáltatók megközelítésére. A cégek 7,5 tonnát meghaladó gépjárműveire Csepregváros önkormányzata behajtási engedélyt biztosít indokolt esetben. Természetes személyek jelenleg két esetben vehetik igénybe az önkormányzati utakat ezen a területen. Első esetben, ha a csepregi állandó vagy tartózkodási helyen rendelkeznek, és ezt lakcímkártyával is tudják igazolni, illetve csepregi székhelyű és vagy telephelyű munkáltató által kiállított igazolással rendelkeznek. Minden egyéb esetben kerülőúton lehetséges csepreget megközelíteni, vagy Bükről a Dózsa utca irányába, illetve Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis, Peresznye, Horváth Zsidány, Kis Zsidány irányából a Kőszegi utcán át. Nem minősült célforgalomnak az önkormányzati utak igénybevétele 7,5 tonna alatti gépjármű esetén, amennyiben a híd egyik oldaláról áthaladva kíván igénybe venni a híd másik oldalán lévő, például a városközpontban lévő szolgáltatást, kivéve a fent említett két esetben csepregi lakcímkártyával vagy munkáltatói igazolással. A polgármester a bejegyzésben megemlíti, hogy a hídépítés a Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházása. Az önkormányzat csak közreműködik a gördülékenyebb kivitelezés és a lakosság védelme érdekében. A bejegyzés további részletei Csepregváros hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Már a táborozók létszámából is kitűnt, hogy van igény a találkozásra. Kicsik és nagyok is szívesen résztvevői voltak az idei evangélikus tábornak Bükön.
Kőszegi kirándulás és rengeteg játék volt a program. A tematikát pedig a Légy erős és bátor felhívás adta. Sok-sok éneklés szerepelt az idei hittantábor programjában is. Csak nem 60 gyermek és fiatal töltött együtt egy hetet a Dávid és Góliát története nyomán összeállt program szerint. Nagyon sok minden történt. Tegnap például kirándultunk a Kőszegi hegységbe, ahova busszal mentünk, és Kőszegi Tesco-nál átszálltunk a Dottóra, és úgy mentünk fel a hegyre. Mozgalmas kiránduláson. Igen. Nagyon sokat sétáltunk. Aztán az első két nap, gondolom, akkor itt voltatok a gyülekezeti házban. Igen, hát többnyire történeteket beszéltünk meg a Bibliáról, és énekeltünk. Az ének az biztos, hogy sokat gyakoroltátok, mert nagyon jól ment most a csapatnak. Igen, hát nagyon sokat gyakoroltuk. Neked hányadik táborod egyébként? Nekem ez a hetedik táborom, ugye már. És hogy látod? Ez a legjobb? Vagy mindig az a legjobb, amelyikben éppen vagy? Hát igen, mindig az a legjobb, amelyikben éppen vagyok. De igazából mindig tábor ugyanolyan jó körülbelül, szóval igen. Nagyon sokan vagytok, és sok az új arc, jól láttam. Igen, hát minden korosztályban szerintem kicsit egészen a 18 évesig. Tehát szerintem mindenki ugyanolyan jól érzi magát. Ezt akartam, hogy nem nehéz így azért így, nem tudom, összedolgozni, tényleg együtt eltölteni ezt a hetet? Egyáltalán nem, szerintem. Mindenki közvetlen mindenkivel, és mindenki ugyanolyan jól érzi magát. Neked hányadik táborod? Mindenkitől megkérdeztem. Hát attól függ, honnét számoljuk. Hogyha az elejétől számoljuk, akkor 20-on fölül van. Hogyha innét számoljuk, hogy a gyülekezeti házban mióta táborozunk, akkor ez a 12. szerintem. Mert mióta a lányom megszületett, azóta vagyunk itthon táborozni, hogy nem tudtunk máshova menni, ezért itt oldottuk meg ilyen napközis rendszerrel. És te hogy értékeled, most már a vége felé járunk az idei tábornak, azért egy óriási lélegzetvétel, bármilyen rendezvény van idén, én úgy tapasztalom. Érzékeltétek ti is? Igen, mindenképpen. Azt érzékeltük, hogy az előző évhez képest nagyobb a létszámunk, tehát sokkal több gyerek bátorodott fel és vesz részt a hetünkön. 50 és 60 között vagyunk napi szinten változó létszámmal, és szerintem ez a legnagyobb változás most az előző évhez képest. Óriási érdeklődés, de jó. Hogy viselkednek a nagyok? Én úgy láttam, hogy nagyon fegyelmezettek, és nagyon szívesen segítenek, gondolom a csoportleosztásból is muszáj ilyen létszámot kezelni. Igen, igen, tehát viszonylag sok a kicsi ebben az évben, de a nagyok is aktív részt vállalnak, tehát jönnek a középiskolások ugye már segíteni. Vagyunk az óvodástól egészen a 18 pluszosokig. Hát jól működünk, és nagyon fegyelmezettek tényleg, tehát nem lehet panaszunk arra, hogy rosszul viselkednének. Személyes kedvenc a hétből, hallottuk már, aki azt emelte ki, hogy a dottózás tegnap Kőszegen, hogy ez fantasztikus, jó volt a kiránduláshoz kapcsolódva. Van, aki a legjobban ezt a vízipisztoly csatát várja, neked mi volt a kedvenc? Nagyon jól sikerült tényleg a tegnapi kirándulásunk, a délelőtti hűvös erdei levegőt tényleg mindenki tudta értékelni. Én azt értékelem legjobban, hogy együtt vagyunk, és végre itt lehet mindenki. Arról is szólt az idei tábor, hogy nehéz időszakból érkeznek. A koronavírus járvány is apropója volt a témának, amit országra szólóan dolgoztak ki Bükkön. A táborunknak az a címe, hogy légy erős és bátor. Ez a Bibliában többször előforduló bátorítás Isten részéről. Van, amikor hozzáteszi azt is, hogy ne félj, mert én veled leszek, vagy én veled vagyok. És ezen a címen belül foglalkozunk egyrészt Dávid és Góliát történetével. Ugyanakkor az egész tematika arról szól, hogy egy nehéz időszakból érkezünk. Nagyon sok kihívás és feladat volt az elmúlt hónapokban a járvány miatt a gyermekeken is,
fiatalokon is. Erről beszélgettünk is, például én a 8-os, 9-es csoportot viszem a csoportfoglalkozások alkalmával, és bizony megfogalmazódtak nagyon mély gondolatok, félelmek arról, hogy mi minden foglalkoztatta őket az első, második, harmadik hullámban. És ez egy ilyen kicsit gyógyítós tematika. Nem csak a mi tematikánk, hanem a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában van egy úgynevezett gyülekezeti és missziói osztály. Ennek az ifjúsági és gyermek referense Szidoli Roland Büki testvérünk, és ő keresett meg minket azzal még a tavasz folyamán, hogy Gici Nikolett hitoktatóval, illetve egy másik lelkésszel együtt közösen alkossunk egy olyan tábor tematikát, amit az egész Magyarországi Evangélikus Egyházban föl lehet ajánlani, hogy nem kell kitalálni, hanem akár meg is lehet valósítani. Úgyhogy ez a tematika összeállt már valamikor március elején, és ha jól tudom, akkor a nyár folyamán, ha jól emlékszem, talán 57 gyülekezetben valósul meg. Ha nem is betűről betűre, de mint gondolatindító, és nagyrészt mint követett példa. A tematikának a menete arra a gondolatsorra van felfűzve, hogy mi is a saját kiinduló pontunk. A tékozló fiú története is megérkezett hétfőn, az apa és a nagy testvér érzéseivel, féltéssel, félelemmel, felháborodással, szeretettel. Majd a tovább lépésünk az, hogy nem vagyunk mindebben egyedül. Jézus is kettesével indítja el a tanítványait, amikor feladatot bíz rájuk. Tehát vannak emberek körülöttünk, a kommunikáció került elő a keddi napunkon. Szerda ugye a kirándulásé volt. A mai napon azon gondolkodunk, hogy meghallgathatjuk mások megoldási javaslatait, és választhatunk, akár elfogadjuk, akár nem fogadjuk el. Dávid visszautasította a király páncélját, nem tudok én ezekben járni sem, de hogy találjuk meg a saját megoldási módszereinket, akár másoktól átvéve azt, akár innovatív módon. Nagyon sok a kicsi, és rengetegen vagytok idén. Igen, nagyon sokan vagyunk, végre újra, volt már ilyen korábban is, és szeretjük azt, amikor ilyen sokan vagyunk. Nagyon sok az alsó tagozatos, illetve óvodásaink is vannak. Úgy gondolom, hogy a Büki gyerekek és fiatalok valahogy nagyon jól tudnak működni a különböző korosztályokkal közösen, tehát automatikusan segítik a nagyobbak a kisebbeket, és valahogy nagyon gördülékenyen zajlik ez. Csatatér lett a művelődési ház előtti terület az idei Arató Fesztivál napján. Akinek nem volt elég, az táborra is benevezhetett a harcos sportok mentén, amely sportágak pedig még inkább otthon lesznek hamarosan Bükön. Csattogtak a kardok, dördültek a fegyverek, harctér, csatatér lett a művelődési ház előtti terület az idei Arató Fesztivál napján. A negyedik honvédelmi sportnapon a gyerekek harci kedvét a rekkenő hőség sem vette el. Mondjuk a fiúk hátul a 20 kilós vértekben egy kicsit izzadtak, de még talpon vannak. Hát ezért be kell lenni, nem illik, nem bírni, nem? Igen. És a vendégek, mert azért azt is láttuk, hogy jócskán próbálgatták, több korosztály is. Igen, látszott, hogy egészen az ovis kortól a felnőttekig tudnak itt mit csinálni az emberek. A fajátékokkal nagyon el voltak a kicsik, de nagyobbak, mert ütötték, vágták egymást, ijászkodtak, kipróbálták az airsoft fegyvereket.
És hát nézték a boxolókat, meg a karatésokat. Ezt akartam megkérdezni, hogy melyiknek volt a legjobb sikered, de hát ez a legnagyobb sikered, de hát ezek szerint feleslegesen kérdezem, mert mindenki megtalálta magáét. Igen, igen. És hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy két helyi sportegyesület is bemutatkozó napot tartott itt, ugyanis ettől az évtől kezdve a Összegi Boxklub büki szakosztálya végre tényleg bükön fog edzéseket tartani. Bükön a Walter Panzióban kaptak egy termet, ahol szeptembertől elkezdik az edzéseket, mint profi boxolóknak, mint pedig hobbistáknak, akik csak érdeklődnek a box iránt, illetve a Szombathelyi Karatadó Klub Egyesület, az egyik legrégebbi karate egyesület itt Vas megyében. Ők is szeptembertől úgy tűnik, hogy Bükkföldön és Bükön is fognak edzéseket tartani, és ők velük is megismerkedhettek az érdeklődők. Akkor ők is bekapcsolódnak, majd meg gondolom, ennek is lesz folytatása, tehát évről évre, jövőre is jöhetünk ilyen sportnapra, vagy? Igen, hiszen ez már a negyedik volt. Eddig ugye Hotel Piroska udvarán tartottuk ezeket a rendezvényeket, de most úgy gondoltuk, hogy jöjjünk ide, itt biztosan bátrabbak lesznek az emberek, és jobban kipróbálnak mindent, és sikerült is. És akkor reménykedhetünk folytatásban. Igen, 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 rajtunk nem múlik. Akinek nem elég évente egy-egy nap a harci sportokból, az idén tábori keretek között is kipróbálhatja magát. 6 és 12 éves kor közötti gyerekeknek szól a kihívás az Axis Mundi Egyesülettől. Augusztus második hetében szervez az egyesületünk egy túlélő tábort itt Bükön. Ez egy bentlakásos, teljes ellátásos tábor, és a tábor 5 napja előtt megismerkednek különböző küzdősportokkal, mint az ökölvívás, a karate, a judo, az önvédelem. Egy saját kis minitlon pályán, akadálypályán tudnak majd minden nap versenyezni. Túlélési alapismereteket is fognak tanulni, valamint íjászatot tanulnak, mint tradicionális, mint moderniakkal, és lövészet is lesz, ahol életű fegyverek elszort másolatait próbálhatnak ki, egészen a pisztolyoktól a mesterlövész puskáig. A félősöknek nem ajánlott, ugye? Semmiképp sem. Dehogy nem, dehogy nem. Annyira nem szörnyez a tábor, aki érdeklődik. A www.aina.hu oldalon, az Axis Mundi Egyesület honlapján tud érdeklődni, és az ott látható telefonszámon, illetve e-mail címen tud jelentkezni a táborra, illetve többi információt kérni róla. A Kőszegi Fitbox Egyesület egyhetes tábort szervezett tagjainak és vendégeinek Bükön. A honvédelmi sporttáborral egybekötött edzőtáborba kőszegi, szombathelyi, csepregi, büki és egri fiatalok érkeztek. Hétfőn kezdődött az edzőtábor az Egyesület büki szakosztályának új székhelyén. A sportolók a napokban vehették át új edzőtermüket, amit a Walter Panzió alaksorában alakítottak ki. A boxedzésen kívül, ugye természetesen a boxedzés a legfontosabb számunkra is, egyben, hogy megismerjék a boxalapokat a gyerekek, és a rutinosabbak ugye élesítsék magukat, de ezen felül még itt volt tájékozódó túránk, rendvédelmi kutyabemutatónk, akkor exatlon versenyünk, dotózni vittük a gyerekeket, most a hagyományozók tartanak épp egy bemutatót a háttérbe, híjászattal egybekötve, megismerhetik a gyerekeket kicsit a történelmi középkort, akkor ezen felül lesz még Csejgáncs önvédelmi bemutató, és egy tábort üzzezárjuk a tábort. Az ökölvívó után potlás felkutatása és nevelése terén már több mint 10 éve megtették az első lépéseket. A büki szakosztály is évek óta működik. Eddig Csepregen kaptak helyet, ezért is fontos lépés, hogy a büki fiatalok már helyben edzhetnek. 40 gyereket foglalkoztatunk ebbe a táborba. Hívtunk ugye a versenyzőinknek, ugye hívtunk mellé még Egerből egy-két versenyzőt, ugye, hogy a tudásukat tudják még itt fejleszteni, és mellé behívtunk jó pár újoncot is, ugye ez volt a lényege, meg ennek a tábornak nem is az, hogy a lényege, de pont időszerű volt, mivel most nyitjuk a termet. Egyrészt egy toborzó jellege is van ennek a tábornak, így több gyereket is be tudunk vonzani a tábor által. Bükön az edzői stáb marad ugyanaz, ugye Bödei Gábor és Nemes Erik. De viszont a szakosztályban változás történt, ugye Vasvári Péter lett az új szakosztályvezetőnk. Ő itt ugye büki, és ő itt helyben tevékenykedik, vagy ő neki is be kell járni Kőszegre? Nem, ő itt helyi, és ő itt helyben tevékenykedik, de igazából kell, akkor bejön Kőszegre, kell itt van,
csinál mindent, most éppen kamerázik a háttérbe, tehát mindenre alkalmas. Az új edzőtermet már használatba vették a sportolók, de még most is kerülnek bele új felszerelések és eszközök. A teremről még annyit egyelőre, hogy ilyen felszerelés alatt van. Pillanatra most jelenleg már 8 zsák és 3 ütőfal áll rendelkezésre. A szőnyeg le lett rakva, de sajnos ugye a nagy első egy kicsit feláztatta. Ezáltal most a ringet még nem tudtuk lerakni, mert ki kellett szállítani a szőnyeget, de most már az edzőtábor ideje alatt ugye van rá mód, hogy tudjanak a gyerekek lenne edzeni. Ezen felül súlyzók, kiegészítőszerek, tehát fel van szerelve a terem rendesen, és ugye fejlesztés alatt is van, tehát azon vagyunk az idejében, hogy egy nagy mennyiségű felszerelést tudjunk biztosítani a szakosztályunk részére is. Mikor lesznek az edzések itt Bükön? Az edzések várhatóan így kezdésre heti 3 napot tervezünk, hétfő szerda péntek, vagy hétfő szerda szombat ritmusba, de hát ezt majd még most megbeszélés alatt van. Ugye a Gáborékkal még ezt egyeztetjük. Most lenne ugye a célszerű, hogy most ittanánk egyből, de szerintem a szeptember 1-re lesz majd a megfelelő időpont a kezdésre. Most így augusztusban még a gyerekek azért még nyaralnak. Ebben a melegben még nem olyan könnyen nem jönnek le az edzőterembe. Hámori Luca az egyik legeredményesebb versenyzője az egyesületnek. Igazából lányoknak, fiúknak ugyanúgy veszélyes. Ugye szerencsére lányoknál felnőtt súlycsoport, vagy felnőtt korosztályban is van még fejvédő, tehát az még egy védőfelszerelés is. De egyébként szerintem nem. Tehát hogy most az, hogy lány vagyok, az nem akadályoz engem semmiben. Ugye én Kőszegen edzem, tehát nagyrészt ott leszek, de biztos lesz rá alkalom, hogy ide is ellátogatok, és itt is fogok edzeni. És mit üzensz a... akik most próbálkoznak barátkozni ezzel a sporttal. Mindenki jöjjön ide, szeretettel várunk mindenkit itt, és legyetek ti is bajnokok. A Pecás Csajok csapata hívta ki a büki horgászokat egy versenyre. A múlt vasárnapi kétfordulós jótékonysági versenyen nem az eredmény volt a fontos. A nevükhöz híven csak hölgyekből álló Pecás Csajok csapata többfordulós saját házi bajnokságot szervez. Ennek egyik állomása volt a július 18-i Büki Tavon rendezett verseny. Gyöngyi és az Andival találtuk ki, hogy akkor most már jól lenne valamit így összeállni. Közben így jártunk pecázni, és akkor így kialakult ugye a Pecás Csajok csoport. Aztán akkor csatlakoztak hozzánk a vasmegyeiek. Hát így most már van így a kemény mag egy olyan 9-10 fő. 9-10 körülbelül, igen. Több versenyt szoktunk itt saját magunk között csinálni. Most jelenleg zajlik egy hétfordulós versenyünk. Ez a negyedik fordulónk, forduló, így van. Igen. Októberben lesz vége ennek a hétfordulós versenynek, és a legeslegvégén lesz majd egy összesítés, ahol a legtöbb halat fogó egy nagyobb díjba fog részesülni. Az apropója ennek a versenynek, a Hajnalkánk felhívta a figyelmünket arra, hogy van itt Vasmegyében egy kisfiú, aki SMA-ban szenved sajnos. És így a szülei ugye hát azt a rengeteg pénzt nem tudják összegyűjteni, hogy megkapja ezt az orgánszma kezelést, és úgy gondoltam, hogy akkor mi lenne, hogyha neki gyűjtenénk. És hát akkor a Claudia meg az Ádám szervezésében ez meg is valósult. És akkor itt találtuk ki azt, hogy akkor a Pecás Csajok, mivel nekünk mindenképpen lett volna itt egy versenyünk, hogy akkor hívjuk ki a büki fiúkat pecázni, és hát ugye itt a nevezési díj és az adományokból, ami összegyűlik, azt a kisfiúnak ajánljuk fel. És itt van egy szép kupánk, a Noel kupa, amit szeretnénk, úgy beszéltük meg, hogy mindegyik csapat, amelyik csapat megnyeri, vagy a fiúk, vagy a lányok, mert ugye hát ez is így bent van a mai napban, akkor felajánljuk a kisfiúnak, hogy egy kis emléke legyen a mai napról, ha már szegény nem tud részt venni, vagy hát nem tud eljönni. Kétfordulós volt a verseny. Az első 3,5 órás etapot követően mérlegeltek, majd az ebéd után új helyre költözve a második fordulóval folytatódott a küzdelem. Igazából én jól érzem magam, a halak azok kevésbé esznek, úgyhogy hát ki kell tapasztalni. Milyen etetőanyag, milyen csali, hova? Ez ugye egy idegen tavon eléggé nehéz, de igyekszünk azért. Neked azért sokkal sikeresebb eddig a verseny. Én az első 40 percben sikerült egy amúrt kifognom, egy 8,5 kilós amúrt. Onnantól kezdve csak kisebb kapásaim voltak, de hal azóta nem. Hát még próbálkozom most a délutáni, remélem az jobban fog sikerülni. Mivel sikerült az amúrt kifogni? Milyen féderbottal, de mivel? Féderbottal, mangó, banán és sima kettes pellet.
A hazai csak férfiakból álló hétfős különítmény rutinos versenyeken is induló horgászokból és versenyre keveset vagy egyáltalán nem járó helyi halfogókból állt. Hát a kapcsolat úgy jött, hogy felkerestek minket, hogy szeretnének a mi tavunkon is horgászversenyt tartani, egy fordulót, és ebbszt folytatólagosan jött az, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen jótékonysági horgászverseny alakulna ki belőle, és mi partnerek voltunk ebben. Hát ez egy kétfordulós verseny, két csapattal, ugye a Pecás Csajok és a Büki Horgászok. Reggel meg volt a sorsolás, ami úgy alakult, hogy volt egy sorrendhúzó sorsolás, és utána egy helyhúzó sorsolás. A két szektorra van osztva a tó, és úgy van, hogy aki a legtöbb halat, vagy súlyban a legtöbbet fogja, az ül a legkevesebbet fogó helyére. Szóval egy ilyen esélykiegyenlítő horgászat ez. Van egy szép nagy fogásunk, egy 8,5 kilós amúr, azon felül nagyon kiegyenlített a verseny, mindkét csapatból két kiemelkedő versenyző van. A versenyt 28 kg 17 dekás teljesítménnyel a Pecás Csajok nyerték. A Bükiek 20 kg 91 dekával végeztek. A legnagyobb fogással Csűrös Ádám mérlegelt, 9 kg 42 dekát fogott. A második 9 kg 13 dekával Németh Klaudia lett. Harmadik helyen Misák Ádám 7 kg 87 dekával végzett. A negyedik helyen Ivánné Niki végzett 6 kg 46 dekával. A Pecás Csajok következő versenye egymás közötti lesz. Bemutatták Jobst Ágnes, Csepreg a 20. századi történelem viharában 1900 és 1960 között című könyvét. A bemutatón a szerző maga beszélt kutatásáról a kuláküldözés áldozatainak emléknapján. Sok-sok hónap után pótolhattak könyvbemutatót a Csepregi Művelődési Házban. Jobst Ágnes kutatása és könyve a 20. század első 60 évéről szól. Tavaly ősszel elkészült egy könyv. Elkészült egy olyan könyv, amit méltán és nagyon régen várt a csepregi közösség. A hallgatás évei után kutatók sokassága találkozik témákkal, és szerencsére volt egy olyan kutató, aki a személyes érintettsége kapcsán Csepreget, ezt a csöppi kis nyugat-dunántúli várost is megtisztelni. 15-16 tájékán különféle pályázatok segített ki az 56-os évfordulóra való készülődést, nálunk is elindult egy helyi kutatás is, a száj hagyományunkban, az emlékezetben, a családi emlékezetben őrződő dolgokra különböző dolgokra készült. És ezek az években találkoztunk Ágnessel először, úgyhogy fölajánló családi fotókat. Családi fotókat archiválunk és digitalizálunk, és ennek kapcsán találkoztunk először, és bizony akkor szóba került, hogy hát itt a csepregi emlékezet sokféle képen emlékezik, az 50-es évekre, sokféleképpen emlékezik a 49-51-es perre is, és az 56-os eseményekre is. Akkor Ágnes még nem mondja, hogy milyen fontos munkán dolgozik. A kuláküldözés áldozatainak emléknapja alkalmából tartották a könyv bemutatóját. A pártállami rendszer vidékpolitikáját hosszú évtizedeken keresztül a kuláküldözés határozta meg, és ahogy Erzsébet is említette, ez hát ugye az egyes ember a falvak életére, a társadalom szerkezetre, tulajdonszerkezetre, egyes emberek életére visszavonhatatlanul rányomta bélyegét, és hát így természetesen nagyon sok csepregi lakos sorsára is. A kuláküldözésekről tudjuk, hogy eredetileg 1948-ra tehető, amikor Sztálin a magyar pártvezetőhöz, Rákosi Mátyáshoz fordult, és felhívta a figyelmét a vidék szovjetizálásának a fontosságára, ami gyakorlatilag a kollektivizálás jelentette. Utána hangzott el 48. augusztus 20-án Kecskeméten Rákosinak az a beszéde, ahol meghirdette a
a szövetkezetesítésnek a programját, és pontosan a következőket mondták el utána a pártvezetőségi ülésen. Amíg a paraszt azt látja, hogy a kulák egészen jól boldogul, addig hiányzik neki a serkentés a szövetkezésre. Ez a Szovjetunióban is így volt. De gyökerében csak úgy tudjuk elintézni, ha elveszük a földjét, házát, gépét, és hogy mit csinálunk velük, azt még nem tudjuk, talán külön kulákfalvakat csinálunk, mint a Szovjetunióban. Még a kulák kifejezés jelentése is köthető Cseprekhez. Sajátos utat jár be ez a kulák kifejezés egyébként ebbe a pártállami rendszerbe, mert ugye tudjuk, hogy szovjet eredetű szó eredetileg a nagy gazdát, zsíros parasztot jelentette. Később azonban ez a jelentése érdekes módon kibővült, és a mezőgazdasági kulákok mellett úgynevezett ipari és politikai kulákokról is szóltak. Ennek egyébként egy nagyon érdekes nyoma éppen egy csepregi felszólalás kapcsán fogalmazódott meg a szombathelyjárási pártválasztmányi ülésen. Ezt idézem, mert másképp úgy se tudnám így a lényegét elmondani. Tehát 1950. október 27-én a csepregi pártitkár érdeklődött az iránt, hogy tulajdonképpen pontosan hogy is határozzák meg a kuláknak a fogalmát. Itt a következő eligazítást kapta ezzel kapcsolatban. A kulák kérdéssel foglalkozott a csepregi elvtárs. Ezt a kérdést pártszerűen kell nézni. Nem csupán a 350 aranykorona szabja meg azt, hogy valaki kulák-e vagy sem. Meg lehet azt már állapítani abból is, hogy kinek köszönnek előre, mindig fejet hajtva a dolgozó parasztok, hogyan viszonylik pártunkhoz, dolgozó népünkhöz. És már abból is meg lehet állapítani, hogy milyen viszonyok között él, milyen hosszú a háza, dolgoztat-e embereket vagy sem. Így asztal mellől nem nagyon lehet megmagyarázni, hogy ki kulák és ki nem, hanem sokkal inkább a gyakorlati életben. Kedves nézőink, közéleti magazinunk végén ezúttal is áttekintjük címszavakban beszámolóinkat. A kőszegi ostromnapokról és a nyári programokról tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délelőtt. Módosult a közlekedési rend a csepregi híd felújítás környékén, a kis hídat helyi lakosok és a településen dolgozók használhatják. Légy erős és bátor, ennek jegyében volt mozgalmas a büki evangélikus hittantábor. A hőség sem tántorította el a harci kedvet, a 4. honvédelmi sportnapot tartották Bükön. Egy hetes fitbox tábort tartottak Bükön. Jótékonysági horgászverseny a büki tavon, a pecás csajok kihívták a helyi horgászokat. Csepreg a 20. századi történelem viharában, könyvbemutató a Csepregi Művelődési Házban. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, új közéleti magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is tartsanak a Trió TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, de megtalálnak minket a Facebookon is. Viszontlátásra!